Az Isten tisztelet után a Városháza falán felállított emléktáblánál dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő korábbi földművelésügyi miniszter mondott ünnepi beszédet. Elmondhatjuk, és ez ma már bevésődött a köztudatba, hogy 1956 forradalma nélkül ma nem lenne demokratikus, szuverén Magyarország. A forradalom és annak tanulságai meghatározóan alakították a világtörténelmet, és az 1990 után hazai rendszerváltás is alapjaiban befolyásolták. Az emberek gondolkozásmódja, az értékekhez, a demokrácia értékéhez való viszonyulása ma is ezen nyugszik. 1956-ban nyilvánvalóvá vált, hogy a kommunista népi demokrácia, ami legalábbis az a rendszer magát így hívta, nem demokratikus, hanem diktatórikus, és hogy ez a berendezkedés kizárólag a szovjet szuronyoknak köszönhette a létezését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán érdemes végig gondolni azt, hogy a történelem hatalmas folyamában hol foglal helyet 56, hogy ezek az események, amelyek egymás után következtek, miképpen befolyásolták az embereknek a felfogását, hiszen a történelemnek vannak mozgató rugói, amelyeket gyakran nem ismerünk, amelyek láthatatlanok előttünk, mégis aztán érezzük a hatásukat, a következményeit. És az emberek is alakítják a történelmet, egyfajta kölcsönhatás van. Az emberek és a történelem, a népek, a lengyel és a magyar nép között, és ezekből következnek aztán cselekmények, cselekvések. A II. Világháború után elemi erő volt az emberekben a békevágy, a rombolás után az építés szelleme hatotta át őket, és Magyarország Európában az első között tudott talpra állni. De ugyanakkor hatalomra került a kommunista párt, hatalomra került egy olyan diktatúra, amilyet a magyar emberek még korábban nem ismertek. És ennek az egész keleti tömnek az élén Josif Sztálin állt, aki vaskézzel és kíméletlenül irányította a birodalmát. És a következő időpont 1945 után, 1953 Sztálin halála, amivel csökkent a harmadik világháborúnak a veszélye, és ahogy én beszélgettem annak idején olyanokkal, akik átérték ezt az időt, hát bizony fellélegeztek az emberek. Addigra már megvoltak a kitelepítések, a lágerek, a TSS-ítés, elvették az emberek vagyonát, felszámolták az egyesületeket, megrendszabályozták, megcsonkították az egyházakat, tehát Magyarországon teljesen kialakult egy olyan sztálinista diktatúra, amit Rákosi Mátyás fémjelzett. És akkor ehhez képest 1953-ban Sztálin halálát követően történtek dolgok, olyan dolgok, mint ebben az évben Rákosinak a leváltása, Berija, Malenko, Hruscsov, Sztálin utódai váltották le a magyar diktátort, és hát ha olvassuk a könyveket, találkozunk azokkal a véleményekkel, hogy talán ez már nem volt elég, akkor nagyobb változásra lett volna szükség. Lebegett az, hogy visszajön-e. Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki azért itt a földosztásnál és a múltját tekintve hát vastagon benne volt a kommunista vezetésnek a legszűkebb körében. Megingott valahol a pártállam, és az emberek ezt érzékelték. De hát amikor én megkérdeztem azt, hogy milyen volt a visszhangja annak, hogy Sztálin meghalt és Rákosit leváltották, több szemtanú mondta azt, hogy hát meg voltak döbbenve, hogy ilyen megtörténhet. Azon meg különösen, hogy hát Rákosi, aki egy rendíthetetlen ereje teljében lévő politikusnak tűnt egyik napról a másikra, hételen le lett váltva. És utána volt egy másik megingás, amikor mégiscsak visszakerült. És akkor ebben a közegben, amikor a addig nyílegyenesen előre haladó vörös világforradalom megállni látszott, akkor történt egy olyan körülmény, amelyre mi magyarok annyira nem figyelünk oda, de a kortársak gondolkozását nagy mértékben befolyásolta. És azt is, hogy miképpen viszonyultak a magyarság jövőjéhez. Hiszen a vasfüggönynek a keleti oldalán egy önmagát örökkévalónak hirdető világbirodalomban voltunk, kicsi volt az esély arra, hogy változás lehet. 1955-ben kötötték meg az osztrák államszerződést. Ausztriával nem békekötés történt, a háború győztesei részéről államszerződést kötöttek,
ami benne foglaltatott a szovjet csapatok és más megszálló csapatok kivonása, Ausztria ugyanúgy megszállási övezetekre volt osztva, mint Németország, Bécs is katonai zónákból állt. Ebben az államszerződésben szerepelt a semlegesség, mind a kettő olyan dolog, ami 56 követelései között is ott volt, hogy demokratikus, független, semleges Magyarország legyen, ahol nem állomásoznak idegen csapatok. Hiszen az itt állomásozó szovjet haderőnek az indoka az volt, hogy Ausztriában is benn vannak, tehát akkor ez biztosítja az összekötetést a Szovjetunió irányába. Megszűnt tehát a szovjet hadsereg magyarországi tartózkodásának az indoka. Ez is egy nagy dolog volt, és a kortársak nem is értették igazán, hogy akkor miért vannak itt mégis a szovjetek, hogyha onnan kivonultak, hát akkor innen is ki kellene vonulniuk. Ezek a dolgok egymásra épültek, egy kíméletlen, normál logika szerint haladva, Magyarországnak vissza kellett volna nyerni a függetlenségét, feltéve, hogyha ezt a nagyhatalmak így akarják. És közben egyébként a nyugatiak biztatták a magyarokat, meg a többi kelet-európai népet is, hogy tartsatok ki, bízzatok a demokráciába, nem hagyunk benneteket magatokra. És 56-ban az első esemény, az első történelmi formáló esemény a lengyeleknél a poznani munkásfelkelés volt. Ezek a megmozdulások ott kormányváltást idéztek elő, és a magyarok ezt érzékelve, hát a szolidaritásokat fejezték ki a lengyel testvérekkel. 56-nak az első megmozdulásaiban ez a lengyelek iránti, a lengyel-magyar barátságon alapuló szolidaritás volt a meghatározó. És ehhez társult mindaz, amit már mondtam, szabad, független, demokratikus Magyarországot követeltek a tömegek. A rokonszenv tüntetés forradalommá alakult, és a többi eseményt azt ismerjük. Annak a hihetetlen felemelő érzésével, hogy igenis a magyarság összefogott, és egy emberként tett hitet az önálló független Magyarország mellett. Szopkó Rita, Márai Sándor Mennyből az angyal című versét szavalta el. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger. Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamás, a pásztor, az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Ezt követően a város és a megyei vezetők, az országgyűlési képviselők, a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Városháza falán lévő 56-os emléktáblát.